A műsor felvételeit készítette az Ügyfélmágnes. A műsor támogatta Enjoy Your Style, stílus és magabiztosság. A műsor támogatója a Teovid. A sikeres ember megalapozása az óvodában kezdődik. A műsorszámot támogatta a Sugárjátszóház. Vidámság szülőnek, gyereknek egyaránt. Ősszel és télen is Balaton, a siófoki családbarát 4 csillagos CL Plaza Wellness Hotelben. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt ismét az Anyasztori hashtag gyerekkel vagyok következő epizódja, ami igazán csajos epizód lesz, ugyanis egy szín és stílus tanácsadóval beszélgetek, Lendvainé Kotlár Edit a vendégem, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudtok kilépni a melegítő nadrág szürkeségéből, és hogyan tudtok igazán színesen megjelenni anyukaként is. Szia Edit, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged itt a stúdióban, örülök, hogy itt vagy. Szia Henny, köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy itt lehetek veled ma. Miben tudsz te pontosan segíteni az anyukáknak, a nőknek szín- és stílus tanácsadóként? Abban próbálok nekik segíteni, hogy hogyan tudják minél inkább megélni a nőiességüket, és hogyan tudnak kiteljesedni, hogyan tudják a bennük rejlő szépséget kihozni, és ebben segítek nekik a mindennapokban a színekkel, egy jó fazonnal, egy jó szabásvonallal, egy-két kiegészítővel, úgyhogy ezt próbálom nekik átadni a mindennapokban, hogy hogyan tudják ezt minél inkább létrehozni. És mit látsz egyébként, tehát hogy mi az általános szokása egy szülőnek azért, amikor megszületik egy gyerkőc, vagy akár több is, akkor azt lehet észrevenni, hogy nem is tesznek nyilván erre figyelmet, a saját tapasztalatból mondom én is, és lehet, hogy te is el tudod ezt mondani, hiszen te is édesanya vagy, hogy nem tesznek mondjuk erre figyelmet a szülők, hogy hogyan is néznek ki, főleg ugye az anyukák. De hogy mik azok az általános szokások, amit a legegyszerűbben le tudnak cserélni mégis. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelünk arra, hogy a gyereknek meglegyen a napi rutinja. Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi is figyeljünk oda, hogy meglegyen a napi rutinunk. Azzal, hogy felkelünk, egy picit, tehát arcápolással kezdjük, hiszen nem csak arról szól a nőies megjelenés, hogy színeket viselünk és egy jó szabás van a ruha, de hogy a teljes egészre, az összképre, a harmóniára érdemes törekedni, és akár már egy reggeli felkeléssel már egy arcápolási rutint bevezetni. És aztán pedig én azt gondolom, hogy ha színekkel vesszük körbe magunkat, akkor egy picit jobb lesz a lelkünknek is, és sokkal jobb lesz a közérzetünk is. És nyilván, hogyha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben anyukaként, akkor azt gondolom, hogy a pici is jól fogja magát érezni. És mik az eddigi tapasztalatok? Tehát azért eddig is már nagyon sok nőnek segítettél, köztük nagyon sok anyukának is segítettél. Mik a visszajelzések, hogy ez miben nyilvánul meg ez a változás a mindennapokban? Hát, ahogy említetted ezt a melegítő nadrágot, én azt gondolom, hogy ez az, amire így legelőször próbálnak figyelni az anyukák, hogy legalábbis ezt lecserélni, de azt gondolom már, hogy ha meg is maradunk a melegítő nadrágnál, mert nyilván azért otthon a praktikum, a kényelem a legfontosabb, akkor is érdemesebb színes darabokkal körbevenni magunkat. És most már annyira széles a választék a boltokban, egy színes melegítő nadrágra, egy színes pólóra gondolok. Érdemes egyébként azokkal körbevenni magunkat, azokat a színeket, azokat a ruhákat viselni, amiben nagyon jól érezzük magunkat, amikben, és nyilván itt a feketén, a szürkén és a barnán kívül, tehát hogy mik azok a színek, amik úgy igazán sokat tesznek hozzánk így a mindennapokban, és hogy azt viseljük. Mondasz pár példát? Tehát, hogy ugye egyrészt a színek azok fontosak, amit el is mondtál, de mondjuk említetted a kiegészítőket, említetted azt, hogy egy-két fazon, említetted azt, hogy többféle olyan megjelenésű ruha, ami mondjuk egy póló, vagy de lehet, hogy mondjuk az egyébként egy blúz, amit például te is viselsz. Tehát, hogy mik azok az alapdarabok, ami mondjuk már segít egy anyukának abban, hogy tényleg le tudja tenni ezt a szürke megjelenést, ami ugye eddig megszokott volt. Hát ugye most az alapdarab nyilván a farmer nadrág, én azt gondolom, hogy az első, és hát ilyenkor ugye egy színes póló, de akár még egy fehér póló is egy nagyon jó alapdarab lehet a ruhatárunknak, ezt például egy színes blazerrel fejője mondjuk, amikor sétáltatjuk a picit mondjuk babakocsival, vagy kimegyünk a játszótérre, akkor egy színes pulcsit rávenni, vagy például színes cipőkkel, színes sportcipőkkel, ugye nagyon jó kis sznikerek vannak, nagyon kis csinos cipők, tehát ezekkel nyilván ilyenkor az ékszerek ugye azok kevesebb hangsúlyos, csak ugye például egy nyaklánc vagy egy fülbevaló, tehát ezekből is éppen csak mutatóba érdemes, ugye, mert a pici az mindenhová nyúkál, de hogy érdemes akkor ezeket, vagy egy színes hátizsákkal például, tehát hogy nagyon jó kis csajos fazonú hátizsákok vannak már, tehát érdemes egy picit így
szétnézni a kínálatban, megnézni, mi az, ami hozzánk közel áll, és azt most már azért ezek a kis pelenkázó táskák is annyira jókat lehet kapni, vannak külön, erre ugye magyar, akár dizájnerek is, táskakészítők is, tehát annyira a kedvenceinket is el tudják készíteni, úgyhogy szerintem ez már önmagában így nagy segítség, tele kis pakkokkal, mindenkinek is pakkokkal, úgyhogy szerintem ez tök jó. Hát akkor, ha jól értem, akkor szülőként is tudunk divatosak lenni, és akár mindenféle felszerelést, amit mondjuk megkíván a szülői szerep, azt hozzá tudjuk igazítani az öltözékünkhöz. Igen, mert egyébként van az öltözködés is, tehát azokat a színeket azért nagyon sok szint ösztönösen választunk a mindennapokban, és egyébként olyan színekkel vesszük körbe magunkat otthon is, amiket kedvelünk, tehát ez értem mondjuk egy diszpárnára, vagy akár egy szalvétára, ugye mi nők mindenféle kis apróságot ugye megvásárolunk, és ugye szeretjük ezeket a színes kis darabokat, úgyhogy érdemes ezeket is, már tényleg akár a baba körül is, hogyha ilyen kis színes dolgok vannak, vagy nekünk is otthon, akár ugye egy pici rúzs is már olyan sokat számít egyébként, ha megyünk sétálni és feldobjuk, vagy csak egy szempillaspirál. Tehát, hogy ezek is olyan apróságok egyébként, amik így annyira jó érzést adnak a mindennapokban, és jó közérzetet biztosítanak. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy persze beszélgetünk most színekről, meg alapdarabokról, meg mondjuk arról, hogy hogyan lehet hozzáigazítani a különféle kiegészítőket, ami mondjuk a gyerekkel kapcsolatos, de hogy miért fontos ez? Mit tud érezni egy olyan anyuka, aki mondjuk túl van azon, hogy tudja például a saját színeit, vagy ezeket az alapdarabokat beszerzi, hogyan hat ez az ő lelki állapotára, mit tapasztalsz a vendégeidnél? Szerintem magabiztosságot ad, abszolút, és sokkal nagyobb önbizalmat. Tehát, hogy az biztos, hogy és a nőiességet is sokkal jobban megéli. És hát nyilván a párunknak is ugye sokkal, sokkal jobb úgy hazajönni a párunknak, hogyha mi is, jó, persze tudom, hogy rengeteg tennivaló van egy pici mellett, főleg amikor már 3-4 éves kezd ugye jönni, menni, csatangolni, de hogy mégis sokkal jobban esik az a párunknak is, hogyha azt látja, hogy otthon egy kiegyensúlyozott nő várja, és tényleg biztosítja az otthon melegét. Vannak ilyen történeteid a vendégeid körében, akik be is számolnak erről, hogy nagyon nagy változás történt, akár családi életben, akár az ő saját önbizalmát tekintve? Nagyon sokan egyébként, akik, hát hogyha most az anyukáknál maradunk, akkor ugye leginkább akkor keresnek meg az anyukák, amikor kb. Egy éves lesz a pici. Mert ugye az egy év az arról szól, hogy egy kicsit úgy magunkhoz térünk, meg felucsódunk, és akkor ugye nő a baba is, és egyre inkább igényünk van arra, hogy saját magunkra, mert ugye az én idő ilyenkor egy picit redukálódik, és hát ugye ezt az én időt szeretné mindenki visszahozni, és ez egy olyan hosszú távú befektetés egyébként, tehát ez a 3 óra, hogy ezzel tényleg ilyen, tehát úgy mennek el a vendégek és az anyukák, hogy már közben már összerakják, hogy milyen szettek, mit fog felvenni, és mit fog még megvenni, tehát hogy annyira jó érzés egyébként látni, és hát küldik utána nyilván a képeket, hogy fú, pedig csak egy egyszerű szett, de hogy mennyire sokat számít, főleg most jön akár egy balonkabátos szezon, tehát egy jó kis sálat feldobni hozzá, úgyhogy ezeket a képeket mindig örömmel fogadom, mert tényleg ez annyira jó látni egyébként, hogy megváltoznak, és egy pici rúst, ugye nyilván a tanácsadáson rúst is próbálunk, pirosítót is, és hát annyira sokat számít ez is, hogy nagyon. És hát az, mert nem is tudok elmenni, hiszen én is tapasztaltam ezt, hogy ez mennyit számít, hogy persze van az a része, hogy nagyon feldobja az embert, meg van az a része, hogy gyakorlatilag, hogyha tudod, hogy mi a színed, meg képben vagy saját magaddal, akkor tényleg az van, hogy nem dobsz ki az ablakon egy csomó pénzt feleslegesen, mert nem össze-vissza vásárolsz mindent, ami éppen megtetszik. Ez is egy nagy előnye, hogyha jól gondolom ennek. Igen, az egész abszolút. Szakmának. Tehát ez a tudatosság benne van, és hát nyilván ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk itt egy színpalettát, és csak ezeket a színeket fogjuk viselni, és ezek a színeink. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó iránytű arra, egy jó kis iránymutatás, hogy akkor ez hogyan lehet, hogyan tudod beilleszteni a mindennapokban színeket. Azt szoktam mondani, hogyha nyilván ugye mindenkit először meglepetésszerűen érnek színek, hogy úristen, nem is gondoltam volna, és hú, és ezt a szín soha, de hogy ilyenkor ugye apránként, kis kiegészítőkkel, apróságokként, hogyha beillesztjük, nyilván nem nagy felületen viseljük azokat a színeket, akkor már ugye nyilván vannak olyanok, akik inkább a letisztultabb vonalat szeretik, inkább mozognak, vagy megmaradnak akár egy sötétkék, a fekete, vagy a szürke, vagy akár a bézs vonalán, amivel szerintem nincsen baj, mert nyilván
ez is egy nagyon jó kis stílus lett, és nagyon, nagyon kifinomult, és elegáns, és nagyon sok mindent ki lehet belőle hozni. De ha már csak egy picit színt teszünk hozzá, ha csak egy kis érdekes táskát vagy cipőt veszünk hozzá, tehát annyira, annyira sokat tud dobni a megjelenéshez egyébként, és mi is másképpen érezzük magunkat, abszolút. És mi az az alapelmélet, ami alapján végül is zajlik ez az egész szín és stílus tanácsadás, tehát a színek tekintetében? Mert ugye beszélünk színekről, de mi az alapvető elmélete ennek? Hát nyilván azt, hogy milyen színek állnak, először is, amikor színekről beszélünk, akkor arcközeli színekről beszélünk. Tehát azt, hogy milyen színek állnak jól, ez a bőrtónus, illetve a szemünk színe mutatja meg. Nyilván persze a szánk is ott van, de leginkább a bőrtónus és a szemszín, és letakart hajjal történik a színelemzés, hiszen ugye a ilyen szempontból másodlagos a hajunk színe, és a legtöbb nőnek ugye festve van a haja, ami nem is baj, mert egyébként nem is biztos, hogy mindig az eredeti hajszín a legideálisabb, tehát van, amikor érdemes egy pici mellért beletenni, akár egy kicsit hambasítani, vagy meleg szőkét, meleg barnát beletenni. Úgyhogy így történik a színelemzés, és hát közel 70 színkendő, ugye minden színnek az árnyalata oda kerül az arcunk elé, és hát gyakorlatilag megnézzük, hogy egy-egy színnek a hideg vagy a meleg árnyalata erőnyös, a világosabb, a lágyabb, a finomabb színek, vagy az élénkebb, kontrasztosabb színek azok, amik jól állnak. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és egyébként nagyon jó kis felismerések is születnek, is ilyen wow élmények, hogy tényleg annyira fantasztikus. És ugye smink nélkül történik a színelemzés, tehát ez nagyon fontos. És érdekes látni azt, hogy ami szín jól áll, a smink nélkül is jól áll. Tehát, hogy mennyire tudja deríteni az arcot egy-egy jó szín, vagy üdíteni, frissíteni, még egy rossz szín az esetleg sápaszt, vagy tényleg olyanná tesz, mintha betegítene, vagy betegek lennénk, vagy például öregít egy-egy szín. Hát ezért szoktam mondani, hogy a feketével is óvatosan, ugye 40 felett, főleg aki nem ugye téltípusba tartozik, hiszen a téltípus az igazi hófehérke típus, tudod, ami nagyon fekete a haja, fehér a bőre, szeme fehér és fehér, na nekik ugye a leginkább a fekete, ami nagyon jól áll, de a többi színtípusnak inkább 40 felett óvatosan, mert akár tényleg még ezeket a ráncokat, karikákat ki tudja még jobban hozni és felerősíti. És elég ezt tudnia egy nőnek, hogy valamelyik szín sápasztja, és mondjuk azt megfigyeli, valamelyik meg mondjuk üdévé teszi az arcát, és azt megfigyeli, vagy mik azok a dolgok, ami miatt mindenképp szükség van szakemberre, hogy ne csúszanak el mondjuk a színek választásai? Hát ugye sokszor ugye az a kérdés, hogy a hideg meg a meleg árnyalatot, hogy látják-e. Ugye nagyon sokszor a próbafülkéknek is a fényei, tehát csalókák, ugye sárgásak, vagy esetleg szürkés fények, tehát nagyon nehéz tényleg megállapítani azt, hogy milyen színek előnyösek, vagy mi az, ami jól áll. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy próbafülkébe bemenni, és bármennyi ruhát bevinni, az mindig ingyen van, tehát ezt nyugodtan be lehet vinni bármit, és meg lehet próbálni. És nyilván amiben... Hát egyrészt nyilván segítek abban, hogy megmutatom azt, hogy mire érdemes figyelni, tehát ugye nyilván a meleg színeknél egy kis piros pigment, tehát ugye piros színek is sárga, ugye felbukkan, míg ugye a hideg színek az inkább liláskékes tónusúak, és ugye ezt érdemes figyelni. És hát azt, hogy tényleg hogyan reagál az arcunk, meg nyilván, ahogy mondtad, ugye egy tudatosság ugye ennek az egyik kulcs szava, ami azt jelenti, hogy nyilván nem vásárolunk össze mindent. Tehát mindig azt érdemes megvenni, hogy bemegyünk a próbafülkébe, felvesztük, és olyan jól érezzük magunkat. Mert az a baj, hogyha már vacilálunk, meg hú, majd jó lesz, majd azzal, meg nem tudom mivel, meg majd hogyan, és akkor utána már biztos, hogy nem kerül elő, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán fog előkerülni. Mert hogy valamiért mégsem érezzük benne jól magunkat. Tehát, hogy törekedjünk erre, hogy inkább... szerelem darabok legyenek, és azért szoktam javasolni, hogy aki nem járt még színtanácsadáson, az se legyen elkeseredve, hanem tényleg figyeljen meg azokat a ruhadarabokat, amiket nagyon sokszor visel. Például ugye nyilván ezek lehetnek színek miatt is, hogy nagyon szereti, vagy a fazonja miatt, és akkor azokkal érdemes körbevenni magunkat, és nyilván egy picit szelettálni, vagy hátrébb tenni azokat a darabokat, amiket úgy kevésbé kedvelünk. Szerintem ez minden nőnek ismerős, nem? Vagy tele van a szekrénye, vagy ha nem is tele, igen, de azért tartalmaznak olyan ruhadarabokat, ami, igen, csak mondjuk a próbababán nézett ki jól, de mondjuk saját magunkon nem szeretjük. És mi a helyzet az alkattal? Mert főleg egy anyuka esetében, oké, most megbeszéltük a színeket nagy vonalakban, de hogy azért nagyon sok anyukánál azzal van gondja saját magával szemben, hogy az alkatával nem elégedett, vagy éppen frissen, nem tudom, pár hónapos baba mellett, meg nyilván nem is nagyon lehet azt kivitelezni, hogy elégedett legyen hirtelen magával. Ezeket hogyan lehet az öltözködéssel jól kezelni, vagy adott esetben elrejteni azokat a helyeket, amivel nem vagyunk elégedettek? Hát egyrészt a színek erre tökéletesek egyébként, tehát lehet trükközni, ugye a világosabb, illetve a sötétebb színekkel, és nyilván a fazonokkal. Ugye a színtípusunk az nem változik egyébként, tehát az 12 éves kortól megállapítható, hogy milyen színtípusba tartozunk, nekem is 12 volt a legfiatal, és 83 éves a legidősebb vendégem.
aki nagyon cuki volt, a lányával jött el páros tanácsadásra, és az alkatunk viszont változik. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy akkor életünk végéig ugyanaz az alkatunk, de hát ez természetes is, hiszen teljesen mások vagyunk a 20-as éveinkben, a 30-as, főleg ugye szülés után meg még inkább megváltozik a nőknek az alkata, és inkább arra érdemes figyelni, hogy a testarányok hogyan változnak. Ugye nagyon ritkán mondható azt, hogy nyilván vannak ezek a klasszikus testalkatok, ez az alma, körte, egyenes alkat, de hogy nagyon nehezen, vagy nagyon kevés nő az, akire nagyon-nagyon azt mondhatjuk, hogy tisztán alma, tisztán körte alkat. Uh-huh. Ilyen kevésbé, tehát kevés nőre mondható ezzel. Tehát inkább arra figyeljünk, hogy mik azok a testarányok, a vállunk, a derekunk, a csípőnk arány, a hosszanti arányok. Tehát az sem mindegy, hogy az alsó vagy a felső testünk rövidebb vagy hosszabb. Ami szintén természetes, mert a nők, vagy hát az emberek 95%-ának az egyik alsó vagy a felső teste rövidebb vagy hosszabb. Tehát, hogy inkább ezeket az arányokat, és hogy ezeket hogyan lehet egy picit. Nyilván ugye mindig azt érdemes kiemelni, ugye azt szoktam mondani, amit nagyon szeretünk magunkba. Amit meg kevésbé, azt meg korrigáljuk, de hát, hogy azzal sincsen semmi baj, mert akkor ezt meg nyilván színekkel, egy jó szabásonnal abszolút tudjuk. Vagy egy kiegészítővel. Tehát mindig oda vigyük a fókuszt, amit szeretünk magunkon, ahol jól érezzük magunkat, amit meg kevésbé, azt meg nyilván próbáljuk egy picit háttérbe szorítani. És hogyha mondjuk azt a példát említjük, ami szerintem a legtöbb anyukának problémás szakasz, ami szerintem ez a csípő deréktájék, arra mondjuk egy-két tippet tudnám mondani, hogy hogyan lehet akár, nem tudom, fazonokkal azt jól takarni, vagy elrejteni, nem tudom, mi erre a jó szó. Hát aki ugye itt erős ez a csípő deréktájékon, arra érdemes figyelni, hogy kevésbé viseljen olyan darabokat, amik ugye nagy, tehát ezek a nagy zsebek, a sok gomb. Tehát minél egyszerűbb, minél letisztultabb, annál jobb. Tehát, hogy ne vigye oda még a fókuszt semmi, és ne tegyen még ránk ugye plusz centiget, mert hogy ugye az a lényeg, hogy próbáljuk azt eltüntetni. Nyilván a hangsúly az akkor legyen a felső testünk, akár hogyha mondjuk egy almaalkathoz, vagy egy körtealkatról beszélünk, akkor nyilván a körtealkatnak ugye keskenyebb a válla, viszont szélesebb a csípője, amivel nincs is semmi baj, mert szinte egy nagyon jó kis nőies alkatot tudunk öltözködéssel kreálni, hanem akkor próbáljunk ide a váll, a dekoltázsra összpontosítani, akár nagyobb ékszerekkel, akár ilyen kis fodros felsőkkel, vagy például almaalkatnál kifejezetten előnyös mondjuk a végkivágás, akár hogyha nyilván, ha nem mindig tudjuk elérni egy végkivágású felsőt, akár tudunk trükközni, egy kerekkivágásúra tegyünk egy hosszú sálat, vagy egy hosszabb ékszert, amivel tudjuk magunkat itt nyújtani optikailag. És hát tényleg lent, tehát fölülre nyugodtan mehetnek a világosabb színek, és alulra, ami picit problémásabb testrész, akkor oda egy picit sötétebb. Uh-huh. Illetve még ami érdemes, amit még érdemes kerülni, ezek a fényes anyagok. Ugye a fényes anyagok, amik még tudnak optikailag, amik nyilván növelni. Meg hát ugye én azt szoktam mondani, meg hát van ez a mondás, amit nem én találtam ki, nyilván ez a kerekhez szögletes, a szögleteshez meg kerek. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk valaki itt erősebb, akkor mondjuk szögletesebb táskával tud optikailag csalni. Uh-huh. Tehát megvannak ezek a trükkök, amivel tudunk egy picit ezeken csalni. Oké. És ugye a szín és stílus tanácsadáson belül hogyan, vagy mivel tudnak hozzád fordulni a szülők, az anyukák, a nők, tehát hogy pontosan a szolgáltatás az hogyan, miből tevődik össze? Tehát tudnak jönni az anyukák egyéni tanácsadásra, vagy akár csoportos tanácsadásra, és ezt nyilván mindenkinek magának kell éreznie, hogy hogyan szeretni igénybe venni, illetve milyen személyiség. Ugye van, akinek kifejezetten az egyéni tanácsadás, amikor szeretné, hogy rajta legyen a fókusz, és akkor nyilván színelemzés, testalkatelemzés, stílus tippekkel megfűszerezze, vagy akár ugye van a gardróbrendezés, meg a közös vásárlás szolgáltatásom is, ami szintén ezek mindkét szolgáltatás még további, tehát olyan sok ismeretet és annyira sok anyagot, vagy tudás anyagot adok át ilyenkor az anyukáknak, amiket még be tudnak építeni a mindennapjukba. Vagy van a csoportos, amikor ugye magánszemélyek szín- és stílus workshopon vesznek részt, maximum 3-4 fővel, és aztán nyilván ugye ott többen is vannak, akik tulajdonképpen ugyanabban a szipőben jár mindenki, tehát egy közös célért kerestek meg, nyilván mindenki más-más élethelyzetben, de egyébként pont a legutóbbi workshopon is volt egy anyuka, aki azt hiszem, nem is tudom, valami 2 éves volt a kicsi, és most megy vissza például a munkavilágába, hogy hogyan is öltözködjön, mire figyeljen. Tehát, hogy ezért
nagyon jó egyébként, meg örülök, hogy így benne van a nőkben egyre inkább ez. Tehát jobban, sokkal jobban odafigyelnek magukra, tudatosabbak, meg hát nyilván aztán ennek van egy, azt hiszem, ennek van egy ilyen környezettudatosság is egy picit, hogy ne vásároljunk mindent, hanem próbáljunk erre is odafigyelni, és hogy ha mondhatom ezt, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk így a világnak, mert azt gondolom, hogy ez is ebben is benne van egy picit a tudatosság. Férfiaknak is ugyanúgy azok az elméletek, amik a nőknél működnek, tudnak működni? Igen, igen, és szeretik is, sőt, sokszor jönnek párban, tehát a páros tanácsadásra, ugye a anyuka meg apuka együtt, vagy hát volt már olyan, hogy hazament a feleség, és hú, de jól érezte magát, és már rögtön bejelentkezett a férj is, tehát hogy annyira, igen, mert nagyon sokat ad férfiaknak, leginkább ugye a munkájukban nagyon segít, karrierépítésben, megjelenésben, ha előadást kell tartaniuk, tehát hogy ő nekik is egyébként ez egy nagyon jó kis befektetés, meg nagyon kíváncsiak, én azt gondolom, nyitottak a férfiak is erre a szolgáltatásra, vagy erre a tevékenységre, abszolút. Edith, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk ezeket a hasznos információkat, hogy hogyan tudunk még színesebbek lenni a mindennapokban, úgyhogy tényleg köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én is. És nektek is köszönjük a figyelmet, jövő héten újra találkozunk az Anyasztori hashtag gyerekkel vagy a következő epizódjában. Addig is kövessétek a Boldog Gyereket az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon. Sziasztok!